Mindent rendben találtak. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakértői az elmúlt hetekben teljes körűen megvizsgálták a folyó védműveit, amely során kiderült, a part közelében lakóknak nem kell tartaniuk a folyó okozta esetleges ár- és belvíztől. Bodnár Gáspár igazgató az eredmények bemutatásakor kiemelte, nem csak a műszaki berendezések működnek kifogástalanul, az árvízvédelemben dolgozók szakértelme és hozzáállása is megfelelőnek bizonyult. A védelmi rendszer valamennyi elemét megfelelő karbantartottságú állapotban találtuk. Munkatársaink a szükséges feladatokat mindenütt elvégezték, a töltések koronáját, pürézsőjét megfelelően letakarították, kaszálásokat elvégezték, valamennyi tartozékot karbantartottak, a térségben több szivattyútelep is található, valamennyi szivattyútelepünk működőképes, korszerű vezérléssel van ellátva, és hát természetesen a kollégáinknak a felkészültségét is ellenőriztük, valamennyi gátőr területi felügyelő írásos beszámolót készített, ezt szóban is előadták, és megvitattuk azokat az eredményeket és azokat a problémákat, ami szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlődni a jövőben. Bodnár Gáspár hozzátette, a biztonság megteremtése mellett az is fontos szempont, hogy a töltések a közlekedők és a turisták számára is kielégítőek legyenek. Ennek érdekében is történtek és történnek fejlesztések a Tiszaparton. Egy építést szeretnénk folytatni. Egy komoly utat építettünk Győröcske és Dombrát között az árvízvédelmi töltésen, egy stabilizált út épült 26 km hosszban. Ennek a folytatását szeretnénk 11 km-en elvégezni a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy stabilizált koronán lehet eljutni a Tisza töltésén Gáva Vencselőtől egészen Zsurkig. A Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Román István a bejáráson elmondta, a műszaki feltételek megteremtése mellett ki kell emelni azokat a vízügyi szakértőket és szakképzett közfoglalkoztatottakat, akik a Felső-Tiszán folyamatosan dolgoztak a biztonság növelésén. Azok a védművek, amelyek mindannyiunknak a biztonságát szolgálják az árvízzel szemben, illetve a belvíz tekintetében, ezek sorra újulnak meg, és kerülnek sokkal jobb állapotban, mint amelyben korábban voltak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a korábbi években nagy számú közfoglalkoztatott volt az, aki ezekben a munkákban bevonásra került. Ezek a lehetőségek sajnos már beszűkültek, viszont végbe ment egy komolyabb gépesítés, aminek az eredményeképpen ezek a műek jobb állapotban vannak. Tehát hát beszélünk el azokról a fejlesztésekről, amelyek zajlanak itt a megyében, elsősorban a Felső-Tisza területén. Ilyen jelentősebb fejlesztés volt például a Batár-patak és a Tisza-balparti töltésének magasítása és leburkolása 22 kilométeres hosszúságban, amely mintegy 14 milliárd forintból valósult meg.